Majoros bedobása. Kerekes, meg tudja csúsztatni Bajzát irányába, de nem Bajzát lőtt, hanem a keresztbe mozgó Sketiáni. Majoros tekeredik a labdára. Persze nem is tud igazából mit kezdeni vele, hiszen nem sokan mutatták magukat Plókai. Kerekes irányába, Kerekes, jó labda átvétel, Sebők, kipattan róla, másodszorra az övé. Bajzát már is ott volt. Majoros és Böjte páros, a Majoros, kellemetlen lövés volt. Sebők pedig magabiztos ebben az esetben is. 42. perc a mérkőzésen, Szanyó szabadrúgása következik. Szanyó, mint a legyet, úgy kapta el Balog. Majoros, megfordul Farkas Balázs mellett. Plókai, nem támadják, Plókai suhintja rá, gól! A kapu mögött ülő nézők abban a pillanatban felugrottak, ahogy Plókai elrúgta a labdát. Abból a szögből tehát tisztán lehetett látni, hogy ez bizony be fog akadni. Nem volt erős lövés, de Sebők nem ért el az alsó sarokba tartó labdát. 1-0 a hazaiak javára. Bernát, szép cselek. Vasas mellett húzza meg. Vasas megint odarúg. És Vasasnak már van egy sárga lapja. Ezért rohanják meg a játékvezetőt a debreceni labdarúgók. Kevés sikerrel. Baumgartner átteszi a ballábára. Éppen becsavarodott volna a felső sarokba a labda. Balog azonban odaért és lehúzta. Kerekes. Nenadics van középen, jön Bernát a jobb szélen. Bernát középre, elmegy a kapu, és Nenadics előtt is. Mindent megtesz az egyenlítésért a Győr. A Lakos jön előre. Lakos nem bántja Plókai. Még mindig a közép hátvéd. Oros, ez gólhelyzet, be is lövi. 1-1. Lakos Pál előretörésével nem tudtak mit kezdeni a hazaiak, és a cserecsatár Oros nagy erővel vágta a léc alá a labdát. Mindez a 81. percben. Szanyó lendületből viheti a védőkre. Jó a kiugratás, Károlyi, és mehet tovább. Vadicska csúszott be, rendkívül gyanús volt. A labdát biztosan nem ért el a védő. Majoros, Plókai. Jónak tűnik, Ulvecki fejeli vissza. Nenadics. Jó a középre, tehát labda Kerekes. Nagy lehetőség volt. Kerekes, visszateszi Majorosnak. Majoros, ő még hátrébb, Plókai lövi el. Kijön Sebőkről, érkezik Kerekes. És fölé vágja. Lehet, hogy ez volt a meccslabda. Plókai másodszor kísérletezett lövéssel, az elsőből gól lett, és majdnem ezt követően is. Balla fordul. Balla. Jól vette észre Károlyit. Károlyi lő mellé. Meghűlt a vér a debreceni szurkolók ereiben. Bognár higgadt megoldás volt. Ez is szép, Baumgartner Orossal kényszerítőzött, Szanyó középen. Szanyó átjátsza Bernátot, ott van mellette Vadicska, ő szorítja kifelé. Károlyi, Károlyi lövőhelyzetben. Hú, Balla átkozódik, lehet, hogy Oros mozdulata csapta be, de igazából csak rajta múlott, hogy ezt a labdát nem érte el. Kavarognak bennem az érzelmek, úgy érzem, győzhettünk volna. Főleg a végén nagyon szépen jöttünk ki kontrába, ami az első félidőben nem sikerült, a másik félidő második félidőben, hogy végig tudtuk játszani a kontrákat, gólhelyzeteink voltak, gyönyörű gólt rúgtunk, és egy-egy után ordító helyzeteink voltak. Ennyi idő alatt, amennyit a csapattal együtt dolgozott vezetőedzőként, lehet-e komoly változtatásokat eszközölni? Hát annyiba lehet, hogy a hangulatot lehetett javítani, meg lehetett frissíteni a társaságot fizikálisan, és volt egy 10 napom arra, hogy valamit taktikailag begyakorunk a mai mérkőzésre.
annak örülök, hogy a védekezésünk nagyon szervezett volt, és amit gyakoroltunk itt a kontrajátékot, a második félidőben meg tudtuk valósítani. Sajnos csak egyszer tudtuk végigjátszani. Gratulálok a Győrnek, mert nagyon fegyelmezetten, taktikusan játszottak, de annyit birtokoltuk a labdát, hogy ezt a mérkőzést csak mi ronthattuk el, és sajnos ez sikerült. Mivel rontották el? Hát azzal, hogy egy kicsit kényelmesen futballoztunk, mintha azt hittem volna a csapat, hogy úgyis jön a második gól, és megvan a mérkőzés, és ehelyett hidegzuhanyként ért bennünket a gól. Utána próbáltunk már változtatni, de akkor már késő voltunk.